Na, szép jó napot kívánok mindenkinek újra itt Afrikában. Lassacskán beleszaladunk a végjátékba, ha minden igaz. Az a biztos, hogy a legutolsó alkalommal gyakorlatilag hát szinte mindenkit is leszettünk az ilyen szélsőséges vezetők közül. Ez nem jelent mást, mint hogy most itt a Dokinak teljesítünk küldetést, mert fosik, hogy nem tud el kimozdulni a kocsmából. El kell mennünk Szepokóba. Aztán igazából majd mindjárt rájövök, hogy amúgy mi a francot kell csinálni, de általában harakirizünk, úgyhogy ez valószínűleg most sem lesz másképpen. Busszal fogunk menni, ahogyan az a szokásunk. Mert nincs is szebb dolog, mint felszállni a buszra akkora puskákkal, mint a ház. Ja, csak ne a városba menjek lendületből, hanem oda éjszakra, mert nekünk Szepokóba kell menni. Itt mindig rossz irányba szoktam menni, de most egész jól kiszúrtam, hogy mi a helyzet. Arra megyünk. Túl messzire nem megyünk autóval, mert igen, csak át kell itt ugratni, hogy tudom, bozótosan aztán már ott is vagyunk. A legutóbbi részben ugye Jackal arról beszélt, hogy igazából ő is ugyanolyan reményeket próbált itt táplálni ebbe a társadalomba, mint amiért most mi is harcolunk, és hogy vegyük már észre, hogy amit csinálunk, az fölösleges. Hát, nagyon kíváncsi leszek, hogy ez igazából tényleg hogyan néz ki és mit jelent. Na, nem megyünk ennél közelebb, mert ide már egy párszor belemboztunk, és hát az volt itt a fő probléma, hogy itt rendszeresen megfingattak. Száva! Azt kell figyelgetni, hogy mennyire kergülnek meg. Nem látok más őrszemet. Akkor nincs más hátra, mint elindulni közelébb. Hogy lássunk is valamit. Az vagy nem talált, vagy... Az nem talált. Jó, semmi gond. Csináltunk egy kis... tüzet. Hát, ha okoz némi zavart. Nagyon nem vették zokon a srácok itt a dolgokat. Nincs valami nagy őrült mozgás, vagy ilyesmi. Gyanús az a nagy csönd. Nem tetszik. Hopp! Van valami mocorgás odalent. De hon van? Szóval nem tudom, hogy én rongálok-e és azt hallom, vagy... Aha. Nyugavér, nyugavér. Na jó van, hol vagytok? Várjál. Össze-vissza zavarjuk őket. Hogy került oda?
történhet itt? Hoppá! Szerintem cseles vagyok, de ők még cselesebbek. Hogy mondod? Elég nagy lett a csend, úgyhogy lehet, hogy nincsen már más. Hát ugyanaz lesz a sztori, mint az én a másiknál, nem? Összepakol Graves and his aid. Igen. Eddig ugyanaz. Akkor most ugyanaz a sztori. Szerintem itt ugyanúgy is fogjuk megoldani. Mert ugye miért ne? Nem tudom, milyen telefonról beszélt. De a lényeg az, hogy nem vannak akkor a fejesek. Ezeket a kis csírákat egyelőre meghagyjuk, mert ez semmi... Nem tudom, hogy ők mit akarnak az életüktől. És akkor visszamegyünk a izébe. És kinyírjuk a másik vezetőt is. Ezáltal teljesen nullára tisztítva itt a dolgokat. Szerintem ez egy ideális megoldás lesz. Aztán lehet, hogy senki értelmes nem marad a végére, aki itt dolgokat csinálna, de ez minket már a végéredményében nem érdekel. Okay. What's that noise? A beépített ember. Na hol vagy vazze? Erre nem számítasz. Szevasz. Ennyi? Itt ülsz, azt nézel ki a fejedből. Na próbáljuk meg, hogy most így hogy jutunk ki. Oké, buga van.
Hát, most én kifordultam az ajtón, mintha itt se lettem volna. Úgyhogy megyünk, sziasztok! És akkor irány a reptér. Elméletileg most már nem igazán van frakcióvezető sehol se. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt most mi fog történni. Hát ide azért óvatosan jövünk, mert... nehogy most derüljön ki valami turpisság. Többek között mondjuk az a csávó. Ajaj, ez baj. Mert hogy ott nem is láttam sajnos, hogy hol van. Itt meg tűz gyulladt. Nem tudok átugrani egy nyomorult hordót. Volt már ilyen. Azt sem tudom, ezt most hova lőtte. De hol ez a nyomorult aknás már megint? Á, megvagy. Az mi volt? Onnét mi robba? Van még egy ilyen nyomorút? Lehet, hogy volt, csak nem jött össze neki a mutatvány. Aha, de összejött neki. Jó, semmi baj. Ez volt minden a legnagyobb rendem. Ez a zöld ajtó nekem egy kicsit gyanús. Szevasz, főnök! Call the troops. Unity at last, eh? But that's bad news for us all. They've joined forces. Their first order of business is to shut down the riot. You know the one I mean? There's an uprising taking place right now at the old prison. The Jackal is responsible. I'm sure of it. Everybody has to choose a side now, I suppose. No more bystanders. And that includes me. They told us we could evacuate. But I've decided not to leave. This is my last war. For better or for worse. I am African. This is my home. I have to do something. These are for my family, my wife Michaela and my little daughter. If anything happens to me, please make sure they get these. You'll find the address inside. Find the address. Take care of yourself. Okay, akkor most jön a legutolsó bazd meg. Megyünk a börtönbe, ami hát legalább rohadt messze van. Maradjunk annyiba. De nem is olyan veszélyesen. Kéne nekünk valami jármű. Hát igen, ezek itt kicsinálták a sajátjaikat, ennek nagyon örülök. Nem volt itt valahol hátul is? Sokat segítene a helyzetem mondjuk, ha találnék egy használhatót. Á, az ott az, jó. Elmenekülhetett volna, de ő akkor is itt maradt, hogy megvívja az utolsó háborút. Hát igazából rajtunk keresztül, de ez most lényegtelen. Találkozunk ezzel a főbazmeggel, a Jackallal. Hát az lenne az igazán tuti király, hogyha én mondjuk innen azt a csónakot, amivel leparkoltunk, el tudnám vinni. De hova parkoltam le? Mindegy, nem próbálunk itt frankon átzúgni.
Hát kerüljük meg délről, az arrafele már jártunk. Mert egyébként itt vagyunk a... Hát éjszakról is lehet, hogy jobb jött volna, mindegy. Itt vagyunk a... Mindjárt a bárnál, és ahol le lehet menni a bárhoz. És onnan pedig igazából nincsen messze a börtön, ugye múltkor ott voltunk. Nem kéne elmenni ide a breweryhez, mert ez itt állandóan lőnek rám, úgyhogy lehet, hogy én itt ki is kötök. Azt innen meg sunnyogunk. Nem vagyunk már egyáltalán messze. Csak nem kéne magunkra fölhívni a figyelmet. Szép csöndben bozót harcoskodok itt a izébe. És akkor talán ezek is békén hagynak. Jó, hát nem vagyunk olyan közel, mint gondoltam, de... De legalább így biztos. Itt is csak arra kell majd figyelni, hogy ennél az épületnél... Ugye a múltkor találkoztunk emberekkel. Úgyhogy korán sem biztos, hogy most is lesz itt akárki, de... Be is kanyarodott? Vagy valami olyasmit próbált? Megfordult. Ott már vannak. Beszélgetnek magukba, nem foglalkozunk velük. El vannak ők oda át, az én. Hű, de micsoda varázstrükköket tud, látjátok? Levitál a csávó. Sütj! Hopp. Hopp, 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 úgy. És megint le. Nem semmi, vazze. Hát azért ez... Hát ez nagyon tud. Jobb, megint megy föl. Megint megy le. Ó, hárman is vagytok. Na, ó, mindjárt elrepül. Nem, még mindig nem. Na, na, na. Hopp, figyelj, most föláll. És semmi baja. Hát ez elképesztő. Micsoda trükkök ezek. Mindegy, hát lőszerünk az végül is van egy csomó. Fel vagyunk készülve mindennel is. Úgyhogy lássuk, hol bujkál ez a köcsög. A kérdés inkább csak az, hogy van-e valami őrszem, vagy ilyesmi. Sok mindent gondoltam volna, csak nem azt, hogy a főbejáraton... Elvette a fegyvereimet. Várjatok, ez már a script. So far so good. The civilians are gone. Most of them have already crossed the border. Our entire country is about to disappear. They're in the way. We can't do our work if they're here. We have to isolate this disease so we can destroy it. I need you to do two things. There's a landing zone a click due east of here. The arms merchant is there with another briefcase full of diamonds. He's waiting for a chopper. He thinks he can get out of here. They're my diamonds, mine. I need them for the border troops, so you get that briefcase for me. Understand? And there's the APR and the front. New guys in charge, and you put them there. They're together in one camp now, making their goddamn master plans. They know you, don't they? You could walk right to the bivouac and they'd let you, wouldn't they? Once you're in, you could kill them both any way you'd like. Think of the possibilities. Hogy mi van? Mert nem kell megöldökölni őket, a dolgokat. Akkor most lényegében neki dolgozunk. Ez is valami. Say they want to help. Every day I hear it in the paper, on the radio. But they're lying. They're not ready to do what's necessary. They wear their halos and they stand by wringing their hands. You and me, we found a way. Meet me at the border when you're done. Mm-hmm. You're the only one who can do this. És én vagyok a híró, aki meg tudja ezt oldani. És innen megyünk oda ki,
teljesen kinyírjuk az összes izét egyébként, az a feladat. Na hajrá, hát ez izgalmas lesz, az már egyszer biztos. Nagyon dzsungel. Hopp, várjál csak. Hát eléggé ki vannak fingva emberek, várjál. Nem fasza. Nagyon visszafele, már nem kell menni, hogy elnézem, mert... Ide jókor. Ja, hogy... Aha. Hogy amúgy nincs nálam malária gyógyszer. Akkor lehet, hogy itt nagyon nem kéne baszakodni az idővel. Ja, hogy egyébként... akkor miért healelt ez így fél oldalt? Vagyis hát, hogy... Na mindegy. Igen, tehát, hogy értem én, hogy ez itt ilyen nehéz környezet, de hogy... Logikailag meg nem az, mert hogy vezet. Nagy ellenállás nincs, ennél azért nagyobb balhéra számítottam. Hát én már elhozom neki a gyémántokat, hát ha végén odaadja. Mintha azért dolgoznánk, de nem baj. Így de szépen süt be a felkelő napsugára. Na, na végre rendesen látjuk ezt a területet. Közelről. És itt van egy csomó safe house. Heart of Darkness. A sötétség szíve. Aha. Miért érzem úgy, hogy... Ott van heal. Ez problémát is jelenthet egyébként. Jó, hát én itt mindenképpen le fogok nézni. Aha. Vannak egy páram. A csáó mennyire sétál ki ott oldalra. Na jó. Túl sok választási lehetőségünk nincsen. Mert elég sokan vannak. Próbálok itt oldalt valahogy csöndesen leesni. Hát lehet, hogy ez sötétben jobban ment volna. Ide kimászkált a csávó oldalra, nem? Hát itt kegyetlen sokan vannak. Mert elmetleg körbe tudnék menni, nem? Egy lent. Aha, most jön a probléma. Kiszúrták, hogy a csávó csak úgy leült a hátára. Mondom. Hát mindegy, is. A vége úgyis mindig rambózás, úgyhogy tök mindegy. Na jó van ám, hát takarodjatok már faszomba, hát hogy mászkáltok ilyen csöndesen? Az anyátokat már. Nem akartam volna meg dögleni? Úristen, ezeket nem is látok sem. Jó lenne, ha mondjuk nem lennétek ilyen kibaszott hevik. Aha. Ja, valószínű, hogy semmiből ilyen kurva erősek lettek. Azt esküszöm, nem is láttam. Szerencsé, minden tele van hillel. Az, hogy pont felült a golyók elől, az egyébként tök jó, mi?
Hát egyet le tudtam szedni stealth-be, úgyhogy semmi gond. Nem akarom tudni, mi volt az és miért. Mi volt a terv? Jó, semmi baj. Minden a legnagyobb rendben. Megyünk tovább. Is olyan szép az idő. Legközelebb szerintem simán rámegyünk arra, hogy itt sniperkedjünk. Jó kis túra lesz itt lefele az izén. Van itt mocsár, minden van. Ó. Oh. Thank you. Ó, oh, van itt minden, hát nem kell itt aggódni. Kicsit megpihenünk, mert az a biztos, tudjátok, hogy van ez. Hígyni. Így már magabiztosan folytathatjuk. Ő, bazd meg! Nem mondom, hogy beszartam, csak annyira bele voltam buzulva a térképbe, hogy rohadtul nem is figyeltem, hogy ezek itt állnak előttem. Lehet, egy picit talán óvatosabban kéne. Beleolvadnak a srácok a környezetükbe rendesen. Pedig esküszöm, figyelek ám veszett módon. Ó. Ezt itt mérje ez így külön. Aha, már látom. Hát figyelj, semmi baj. Fogjuk magunkat, aztán... Ennyi. Egy. Kettő. Ott is futkarászás van. Elég komolyan. Három. Megint lebuzult az egerem. Négy. Hoppá! Ezt az oldalt nem néztem eléggé. Öt. Ez jó, öt golyóval ötöt, az egész korrekt. Jó, ez a pálya rész, ez azért elég faszályos. Ott is fut egy. Picsába. Ilyet se láttam még, hogy elkezdik egymást kimenteni. Ez ennyi volt? Én kérek elnézést. Á, jobb ez a mesterlövészes, mint a közel lopakodok, aztán utána rambózni kell téma. Itt ilyenkor a távolsági előny azért csak mellettem szól. Közi. Megy ez. Nagy baj nem történhet, mivel minden etap után, ahogy elnéztem, van egy safe house. Úgyhogy igazából... Kényelmesen elsétálgatunk itt az erdőbe. Na, beszéljetek még, mert... Aha. Watch the high ground. Ezek konkrétan alattam vannak.
Az hogy mozgott ki alólam? Hát itt ma magassági előny az nagyon-nagyon sokat számított. Az anyát picsája, tehát buzi, ne jezgessé már. Ez eddig hol volt? A semmiből ugrott mögém. Ó, hát ez a gép ez nem jutott messzire, ahogy elnézem. De cserébe hagytak itt egy csomó hasznos dolgot. De ez zsákutca, nem? Akkor... ja, várja, itt, aha. Na jó, de most várja, hol vagyok? Aha, jó, itt. Tehát most elmegyünk akkor, és megoldjuk ezt a gyémánt kérdést. Itt lehet, hogy nem fogok bejutni, ugye? Na, vajon innen eltalálom? Eltalálni eltaláltam csak. Ja, de ez a csaj, várja már. Bocsi. Nagy kaliberrel volt. Viszünk mindent is. Te már rég megdöglöttél. Hát ez a bajusz, ez már rég meg eltűnt, vagy mi? Játék se tudja már, hogy mi történik. Amikor nekem dolgoztatok, nem voltatok ilyen balfaszok. Hogy kerültél ide? Hogy került ide, amikor... Na várjál. Nem itt lőttem le a... Aha, jó, mindegy. Gondolom, semmi baj. Minden a legjobb rendben, meg ilyenek. Na vajon honnan lenne jobb menni? Előről vagy hátulról? Menjünk hátulról. Most a végén már mindent is szabotálok. Kicsit megpihenünk. Folytatjuk is a kalandot. Aha, itt is ilyen vissza nem térős az útvonal. Nem is itt, még vissza lehet mászni. Hogy innen igazából melyik irányból lenne jobb menni, azt nem tudom, de valószínűleg mindegy, mert... Vagy lehet, hogy annyira nem mindegy. Na, kezdődjön a rambózás. Ha itt elméletileg nem szabadna lőni. Hát nekünk ilyet nem mondtak. Hát itt mind a két frakció azt mondja, hogy ne lőj. Hadd látom. Mikor érünk be a zónába. Nincsen izé? Dehogy nincs. Íha, ráadásul itt ilyen hídon átívelős baszás a történet. Most akkor itt elvileg meghagytuk azt a kettő nyomorútat, de azokat is likvidáljuk. Szóval értitek, itt már se civilek, senki, itt már minden nullára húzzuk a történetet. Még jó lenne, ha közben nem lennék kibaszottul maláriás, de...
Hát mi a hány lövést élsz túl, vazzeg? Vazzeg, pisztolyjal átlő a izén, érted? Azért nem semmi. Ezek tudnak, vazzeg, ezek tudnak. Egyszerre kettőt. Nagy kaliber. Kipróbálkozik, és mivel? Hűj már le a hátadra! Legalább... Mi, leszedtem mind a kettőt? Véletlen volt, esküszöm. Mondjuk azok szoktak pisztolyjal ilyen vadállatok lenni. Csak nem is figyeltem. Hány emberre voltatok itt kint? A szentség itt neki. Hogy mondod? Hogy mondod? Mi? De ez most mi? Mivel lő ez, hogy... hangtalan? Rohadjon meg. Nem tudom, mire játszott vajon. Iszunk egy kis vizet, vagy nem tudom mi ez. Még mindig lehet, hogy alkohol. És igazából merre kell menni? Aha, tehát hogy arra. Most mi a feladatunk? Most megyünk, azt találkozunk a Jackallal, gondolom. És elvisszük neki a Jane-mántokat. Ez a része egy picit sétaszimulátor, de egyébként meg annyira nem vészélyes. Az az igazság, hogy én szerintem ez az lesz, hogy itt vagy ő, vagy én, de valamelyikünk meghal. Jövünk, azt megyünk, azt jövünk, azt mindjárt ott vagyunk. Azért a végére elég komoly sztoria alakult így a dolognak, hogy ilyen lokális megváltóba átmentünk teljesen. Aki, de tényleg csak arra leszek kíváncsi, hogy vajon... egyébként mi lesz a vége? Majd így a kettőnk sztoriának a Jackallal. Mert ő most nagyon elkönyvelte, hogy mi együtt vagyunk, de szerintem ezben még mi nem vagyunk ennyire biztosak. Mondjuk lehet, hogy ha nem nyírom ki a csapatomat a gyémántokért, akkor itt teljesen más lesz a történet. Mert akkor ide már lehet, hogy nem jövünk, vagy nem így jövünk. Na hol ez a kunyhó? Aha, itt jön. Érdekes helyeken tud lakni ez a csávó. És milyen jó, hogy ő már hamarabb ideért, mint ahogy mi. Azért ő kemény volt. In here. Almost done. Give me the briefcase. They're all here. Good. We'll need them. APR in the front. They're still coming after the civilians. Probably think they can kill them or drag them back over the border. The only ones who died today are the ones who are coming. I planted some dynamite out there, by that overhang on the cliff. But the deck cord's no good, so one of us has to go up there and short-circuit the blasting caps. That car battery will do the job. The debris will block the road, keep the soldiers from falling, the refugees. And it'll kill the poor bastard who takes the job. That's either you or me. The other guy's gonna take those diamonds to the border and use them to bribe the guards, so there's no problems with the crossing. Those civilians are making it to the camp tonight, every last ragged one of them. Then, when the handoff's complete, that guy, you or me, is gonna put a bullet into his own head. I'd do both jobs myself, but there's not enough time. The only way this is gonna work is if we see it the whole way through to the end. Every cell of this cancer has to be destroyed. That includes you and me.
If we don't finish this, then the whole mission has been a waste of us. It'll start up again, just like it always does. So which one are you taking? Diamonds or dynamite? It's up to you. Hogy mi van? Most vagy megdöglünk, vagy megdöglünk? Hát legyünk hírók, válasszuk az aksit. És menjünk robbantani. Na hajrá! Egyéb tanács? Én is így gondoltam. Na menjünk! Az a lényeg, hogy azt mondta, hogy mindegy, hogy melyikünk röpíti az utolsó golyót. A lényeg, hogy... Bazd meg! Most kezdett el gajra menni a fegyverem, de majd tök jó, hogy én vagányul jöttem, csak rohadtul nem figyeltem, hogy itt lesz ellenállás. Na mindegy. Nem először fordul elő eszer, úgyhogy nem lepődünk meg magunkon. De megyünk faszán tovább. Nem tudom, hogy ők mire számítottak, hogy majd így itt... Hát ez mondjuk balfasság volt, de... Ezek pisztolyabb, az meg olyanok, mint az állat. Kurva kemények. Ez csak egy levél, most meg már paranoiás vagyok, remek. Azért esküszöm, hogy... Basszus. Szép ez a játék. Itt vagyunk, jó, megjöttünk. Hűha. Na emberek, hát akkor ennyi lett volna Ferencünk kalandja, aki feláldozta magát az én végigjátszásomban azért, hogy Afrika egy új irányba indulhasson el. Illetve nagyon köszönöm mindenkinek, aki végigkövette ezt a kalandot. Én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy egy igazán jól sikerült játékról van szó. Mindenképpen érdemes egy végigjátszásra. 2008-as játék létére én szerintem igazán letesz annyit az asztalra, hogy bármikor
érdemes elővenni. Valószínűleg folytatjuk majd a sorozatot a következő résszel, csak lehet, hogy nem videó formában, hanem átrakjuk azt is az élők közé. Maximum annyi, hogy lehet, hogy lesznek belőle vágva rövidebb etapok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végigkövette, és találkozunk legközelebb is. Addig is további jó játékot nektek. Sziasztok!